Meccslabdája van a kék csapatnak, jelen pillanatban 9-6-ra vezetnek a kihívók, viszont meccsben szeretnének maradni a bajnokok. Dorka tehet ezért nagyon sokat, hiszen ő a következő futó, méghozzá Kata ellen ő érkezik majd a kihívóktól. Mind a két lány meg tudta nyerni a mai egyetlen futamát. Egy pont kell tehát a kihívóknak, és övék a villajáték. Felkészülni! 3, 2, 1! Kata tehát Dorka ellen! Hogyha a kékek pontot szereznek, akkor vége a napnak, megvan a villajáték a kihívóknak. Hogyha nem, akkor megy minden tovább, attól függően, hogy hogy alakulna. Két győztes lány tehát, hiszen Kata és Dorka is nyerni tudott az eddigiek folyamán. Egy-egy futamot teljesített eddig Dorka is, és Kata is. Ebben a pillanatban tekerik a kereket, a kormánykereket. Nagyon-nagyon egyformán egyelőre a két lány. Meglátjuk, hogy majd elszakadnak itt a vége felé egymástól. Érkezik Kata is a vízbe, Dorka is a vízbe, jön egy kis tolás, a csillag is nagyon zuhan a vízbe, és már is bújik Dorka. Most egy pici előnyre azért szert tud tenni a bajnokok játékosa. Na lássuk akkor a homokzsákokat. Jön Dorka, és Kata fogja elkezdeni. Egy lent van, Katának ugye elég komoly erőssége ez az ügyességi feladat, és levitt most jó néhányat. Egészen pontosan 6 darab van Dorkának, és 7 darab Katának. Egyel beljebb van Dorka. Nézzük, hogy változik ez az arány. Igen, most még jobb a helyzete Dorkának, neki 4 van. Katának egyelőre még ott 6 darab kocka az ablakban. Viszont gyorsabban összegyűjtötte a homokzsákokat. Nézzük Katának az újabbat, már csak 5 van neki. Ott az újabb dobása, és levisz 3-at, már csak 2 van Katának. Nézzük Dorkát. Neki továbbra is 4, már csak 2, viszont 1 homokzsákja van Katának. Most nagyon betározott ott saját magára, 2-2 kocka, és megcsinálja Katának.